Varga Tamás és Törő Gábor országgyűlési képviselő jelenlétében a Városháza dísztermében rendezték meg Székesfehérvár város önkormányzata díjátadó ünnepségét, ahol az elismerésekkel a város gazdaságáért, a nemzeti emlékhely megőrzéséért és sportjáért végzett kiemelkedő tevékenységet ismerték el. Kicsit más, hogy más körülmények között adjuk át most a díjakat, amik szakmai elismerései a városnak, a város közösségének, közgyűlésségének, mint ahogy szoktuk, de azt hiszem, hogy ismertő keretek között itt a Városházánk dísztermében. Kicsit szűkebb körben, de talán mondhatjuk, hogy baráti körben, és ezek az elismerések a város közösségének az elismerései, ezt szeretnénk üzenetként átadni a díjazottaknak. Cserpakovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, a város az elismerések adomány kifejezi tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását. Kicsit szimbolikus, hogy a szakmai díjak, amik különböző rendezvények, események, évfordulók alkalmával szoktak átadásra kerülni, azok most így egyszerre történnek meg. Ezáltal egy kicsit viszont megmutatva, hogy egy város szövete az mennyiféle elemből épül föl, hogy szükség van a kultúrára, a közösségformálásra, az oktatásra, és szükség van a gazdaságra, és hogy ezek a területek, ezeknek a munkája is összefügg egymással. A Székesfehérvár gazdaságáért elismerés 2020-as díjazottja posztumusz Jülik Ádám, a Jülik Glass Holding ZRT elnöke, míg a 2021-es elismerést Tóth Ferenc, az Alba Ipari Zóna Kft. Ügyvezető igazgatója vehette át. Az Érdi János emlékérem díjazottja a nemzeti emlékhely megőrzése érdekében végzett munkájáért Lakat Erika népművelő lett. A Székesfehérvár sportjáért díjakat Horváth István, a Fejér megyei Szabadidő Sportszövetség elnöke és Szentes László, a Honvéd Szondi György Sportegyesület elnöke érdemelte ki, illetve polgármesteri elismerő emlékérmet vehetett át Dominó Csaba, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum nyugalmazott kancellárja, a Széchenyi István Műszaki Technikum egykori igazgatója.